A kortárs folyóirat az irodalmi és művészeti folyóirat. 2012-ben volt egy nagyobb váltás, amikor formátumot váltottunk, nagyobb lett a lap, ezen túlmenően képzőművészeti reprodukciókat tudtunk belerakni, először fekete-fehéret, aztán mostanában már színeset. Ez azt jelenti, hogy majdnem annyira képzőművészeti is, mint amennyire irodalmi, illetve az utóbbi években zenei és filmművészeti írások is helyet kapnak, főleg tanulmányok, esetleg beszélgetések, interjúk. Hát azt hiszem, hogy a paletta az jóval inkább szélesebb, mint hogy csak irodalmi folyóiratnak tartatnánk. Jó a kapcsolatom a szerkesztőséggel, bár akkor, amikor mi átadtuk a lapot ennek a fiatalabb társaságnak, akkor nagyon ügyeltem arra, hogy ne bukkanjak fel túlságosan sokat a szerkesztőségben, mert hogy érezzék magukénak a lapot, és hát ez elég hamar megtörtént. Ha van kritikám, vagy olyan eszém, ami ideillik, azt a kortársnak adom. Én a kortársat szeretem. Ő sokkal ritkábban jelenek meg benne, mint szeretnék, mert sokkal kevesebbet írok, mint írtam eddig. Én azt gondolom, hogy a kortárs azt a fajta lapideát képviseli, amit én nagyon szeretek, mégpedig, hogy mindenféle irányzatból a legjobbakat, a legjobb írásokat, a legjobb minőségi írásokat próbálja összegyűjteni. Nem áll be szekértáborok vonzásába vagy szelébe, hanem kiáll és azt mondja, hogy ide lőjetek. És nagyon jó írások olvashatók önök, nagyon változatos a szerzőgárdájuk. Én azt gondolom, hogy most az egyik legszínvonalasabb és legszínesebb lap, magyar lap a kortárs. A kortársnak hosszú története van, 6 évtizedes története. Nagyon sok olyan szerzőnk van itt ezen az ünnepi megemlékezésen is, aki több évtizede publikál a lap hasábjain, oldalain. Ebből következik az is, hogy hát ők már az idősebb generációhoz tartoznak. A 20. század folyamán induló folyóiratok közül azért most már mondhatjuk, hogy a kortársat egészen különleges hely illeti meg. Életkoromnak köszönhetően abban a furcsa helyzetben vagyok, abban kerültem, hogy amikor 1957. szeptemberében a legelőször megjelent a kortárs első évfolyamának legelső száma, én azt már megvásároltam. Lehet, hogy édesanyám adott rá pénzt, vagy mert volt valamennyi zseppénze, és erre már nem emlékszem, de én azt az első számot olvastam, nem mondom, hogy minden sorát, de lehet, hogy minden sorát elolvastam, és kettő dologra emlékeztem mindvégig azóta. Egyrészt abban, hogy ez a fontosabb, hogy itt megjelent ebben a számban Németh Lászlónak a Magyar Műhely című tanulmánya, amelyik végül is az egész Németh László életműnek az ő esszéi közül az egyik legfontosabb írás. Ő maga is annyira fontosnak tartotta, hogy úgy gondolta, hogy 1956 után, amikor össze is állított egy tanulmány, esszé, tanulmánykötetet Németh László, hogy az lesz a címe. De hát ezen a címen soha nem engedték, hogy megjelenjen ilyen címen. Már az esszéi megjelentek, de ezen a címen nem jelentett meg, mert ugye az volt a Kádár kormány véleménye, hogy itt csak szocialista műhely létezhet, ugye magyar műhely nem létezhet. Én nagyon szerettem volna fiataloknak helyet szorítani a lapban, tehát egy fiatal jó versét hamarébb közöltem, hosszas viták után, mint egy jó költő középszerű versét, ami nagy feszültségeket okozott. Mindenesetre a pár év alatt, amíg a kortársnál voltam, körülbelül 100 fiatal költőt sikerült felszínre hoznom. Egyfolytában beszéltünk az élet ügyeiről, az irodalom ügyeiről, akkor forrongott ugye az ellenzékiség Magyarországon, kétféle ellenzékről, a hovállásról, acélgyörről, szóval mindenről beszéltünk, de félig civilben, félig pedig szerkesztőként. És ezek nekem nagyon fontos beszélgetések voltak, én nagyon sokat tanultam emberileg, emberségből nagyon sokat tanultam, mint Páskendi Gézától, mint pedig Száraz Györgytől. Nagyon fontos volt, hogy össze kellett tartanunk, mert a politika az minden, már akkor kezdte szétszedni az embereket, kezdett táborokra bomlani az irodalom, és kezdtek a hálózatok
megjelenni, érdekszövetségek kezdtek működni, és ezek között nekünk meg kellett találni a helyünket, és csak együtt tudtuk megtalálni ezt a helyet. Az új nemzedék, irodalmár nemzedék, akik akkor az egyetemen voltak, és vagy onnan kikerültek, az addigra már a befolyása alá került ennek az új irodalomtudományi paradigmának, amelyik bizonyos sajátos nyelvfilozófiai szempontok szerint elemzi csak a művet, és a mű maga valójában illusztrációs anyag lesz egy-egy elméletnek a kifejtéséhez. A kortársnál ebben az időszakban úgy érezhettük, hogy mi a utóvét harcokat folytatunk egy hagyományos, a nemzeti irodalmi hagyományt megbecsülő irodalmi szemléletmód védelmében, gyakorlatilag ellenzékben voltunk, kétféle módon is, egyrészt a nemzeti hagyomány tiszteletével és a nemzeti sorskérdések vállalásával, másrészt meg az irodalom akkori trendje szempontjából is ellenzékben voltunk, mert azokat a klasszikus szerzőket képviseltük és próbáltuk meg tovább éltetni, akiket ebben az új paradigmában, mert ne nevezzük posztmodernnek, mert posztmodern olyan sokat jelent. Ez valójában egy speciális magyar posztmodern volt, amiről beszélek. Ez nem becsülte, és ennek számtalan jelét adta, hogy ki is hagyja a kanonizált hagyományból. Mi eleve abban gondolkodunk, hogy van az egész magyar irodalom országhatáron belül, illetve kívül, és mindenhonnan érkező szerzőknek a jó és minőségi írásait szívesen közöljük. Nem mondom, hogy ebbe egyedülállóak vagyunk, de talán igyekszünk ebben a feladatkörben a legnagyobbak lenni, nem csak formátumban, alakban, hanem a lehetőség szerint az írásokban is. Nagy felelősség egy ilyen régmúlt lapot szerkeszteni, de még nagyobb felelősség előre tekinteni és kitalálni azt, hogy hogy lehet úgy lapot szerkeszteni, hogy az elkövetkezendő években vagy évtizedekben, amikor feltehetően az emberek olvasási szokása megváltozik, amikor arról, hogy mit értünk irodalom alatt, feltehetően egész más fogunk gondolni, hogy akkor mi legyen egy irodalmi folyóiratnak a szerepe, hogyan nézzen ki, milyen írásokat tudjuk feltölteni, hogy tudunk eljutni az olvasóközönséghez, mi legyen egyáltalán az a feladat, amit magára vállal, hogy a magyar irodalomnak a folytonosságát, a hagyomány folytonosságát tovább vigye.